Jó, akkor most elérkeztünk a jogoktatói tanfolyam keretein belül ugye ahhoz a részhez, amikor már egy kicsit a gyakorlati dolgokról fogunk beszélni. És hát itt valószínűleg majd lesz jó sok kérdés, amire próbálok majd minél jobban válaszolni. A szóba került eddig ugye a hatha joga, az astanga joga, az ászana gyakorlás, a pránájam, ugye ez a meditációs joga folyamatnak a gyakorlatain keresztül az életmód. Tehát nagyon fontos eleme a jogázásnak az, hogy nem igazából lehet külön választani a jogázást az életmódtól, hogy egy tiszta életmóddal legyen kapcsolni. Lehet, csak a jogázásnak nem lesz ott az eredménye. Ugye beszéltünk erről a hiteles jogaoktatók, ugye akik megélik a jogázásnak a folyamatát, vagy valóban gyakorolják, akkor azoknak általában a jóga elveknek megfelelően élnek is. Táplálkozás, főleg ez a része az, ami nagyon-nagyon fontos, hogy egy alap legyen a jogaoktatók életében, hogy a jóga elveknek megfelelően élnek, egy egészségesebb táplálkozás és egy szatvikus jóság minőségében lévő táplálkozásról beszélünk. És ugye az astanga joga rendszerén belül, vagy az ászana gyakorlás rendszerén belül van ez a yama-niyama elvek, ugye ott vannak ugye a hatha joga pradipikában, és én mindig szeretem az astanga jogán keresztül magyarázni ezeket, mert jobban láthatók ezek a szintek, ugye ez a yama-niyama, a különböző szabályok és elveknek a követése, tisztasági elveknek a követése, és az egyik fontos dolog például ez az ahimsa, hogy az erőszakmentesség, hogy egy jógi az soha nem, mivel ő tisztában van a transzcendentális tudással, hogyha én rosszul cselekszem, már karmáról beszéltünk szintén másik előadásban, hogyha én kedvezőtlen módon cselekszek, rossz dolgokat csinálok, akkor egy rossz visszahatás jön rám. És ez ugyanúgy a táplálkozásra is igaz, hogyha én, vagy a mindenféle tisztasági elvekre vonatkozik, hogyha én tisztátlan dolgokat cselekszek, eszek, iszok, akkor az kedvezőtlenül hat a jóga gyakorlásomra, a spirituális életemre, a lelki fejlődésemre. Tehát ez abszolút ugyanabban az irányban van. És ugye az azt jelenti, hogy egy jógi, beszéltünk arról kötőerők leckében, hogy ugye szatvikusan él és táplálkozik. Az azt jelenti, hogy nem eszik semmi olyan tisztátlan dolgot, amihez akár erőszak, vér tapad, tehát vegetáriánus táplálkozásról beszélünk. Igazából ki lehet mondani a tényt, hogy az a jógi, vagy az a gyakorló, aki jógázik komolyan, arról nem is beszélünk, hogy a oktat, ha nem vegetáriánus, akkor az azért egy kicsit ellentmondás és a jóga filozófiával kapcsolatban. Ez nem azt jelenti, hogyha valaki azt mondja, hogy elindul az úton, és ő még a fejlődési folyamatban van, és tudja, hogy mi a cél, és ő abban az irányba törekszik, és úgy gondolja, hogy jó, akkor nem probléma, akkor ugye még a fejlődésnek. Akkor legalább haladunk, és előbb-utóbb majd fog történni. Ez inkább azoknál probléma, akik mondjuk ideológiát gyártanak ahhoz, hogy miért nem kell. Ó, csinálsz mindent, menjél, igyál alkoholt nyugodtan, minden hétvégén rúgjál be egy buliba, cigivel a kezedbe, egy kicsit lehet füvezni is, drogozni is, és akkor közben meg eszünk a hamburgert a joga óra után, tehát ez valahogy nem az a fajta életszemlélet vagy életstílus, amit a joga beenged magában. Lehet csinálni, hogyha valaki egy ilyen divatjogás, csak akkor az már biztos, hogy garantáltan nem. Tehát most inkább oktatói szintről beszélek, hogy szóval valaki jogát gyakorol, oké, csináljon, amit a gondol, de amikor tanítod a jogát, tehát ezért mondom, az oktatók számára fontos az, hogyha most tanítok valamiről, akkor utána ne csináljam már azt, amiről tanítom, hogy ez rossz, akkor ne cselekedjen már az ellenkezőjét. És ezért ugye a szatvikus életmód, a,
a táplálkozás azért ez egy nagyon-nagyon fontos eleme ennek. És ez abszolút összhangban van ugye az egészséges táplálkozással és életmóddal, mint ahogy az ajurvédában is, az ajurvédás részeknél is már beszélgettünk erről, hogy a ajurvéda az indiai holisztikus gyógyászat, ősi gyógyászati rendszer, indiai ősi gyógyászati rendszere, és egy nagyon-nagyon tökéletes rendszert ad arra, hogy az embereknek életmódban hogyan kéne élni. Mi az egészséges táplálkozás, és nem csak a táplálkozás, hanem hogyan foglalkozunk a testtel, milyen ez a test, ki tudjuk elemezni, mi jó neki, milyen alvás, milyen fürdés, milyen víz, milyen mindenre kiterjedően ugye az ajurvéda válaszol azokra a dolgokra, milyen betegségekre, hogyan kell reagálni, hogyan tudjuk gyógyítani. Tehát az ajurvéda az egy nagyon-nagyon komoly tudomány, amiben minden jóga oktatónak egy bizonyos szintig kötelező belemenni, és aztán, hogy mennyire akarja az ember használni ezt a gyógyítást, akkor olyan szinten elmerülni benne. És ugye az ajurvéda mondja, hogy van háromfajta pita, kapha, vata, testtípus, és ezeknek a keveredései, vagy a különböző kombinációi adják meg a rengeteg testtípust. Ugyanúgy a kötőerőknél is beszéltünk arról, hogy van a jóság, a tudatlanság és a szenvedély, és hogy ebben mindjárt három alapszín, hogy a mindenféle verzióját a színeknek kiadja ez a három alapszín, hogyha ezt összekevered. Ugyanúgy is a sok testtípustól függően is fogod tudni, hogy a te testednek mi jó. Milyen? Ugye a test az egy finom gép, és nem mindegy, hogy mit töltünk bele. Tehát ez a nyugati embereknek a tévelképzelése, hogy az emberi test az minden bér. Töltünk bele mindent, alkohol, drogok, mindenféle műanyag dolgok, kaják, és akkor fiatal vagyok, pörög minden. Igen, ezt egy ideig a szervezet azt tudja tolerálni, mert egy elég jól felépített rendszerről beszélünk, de attól függően, hogy hogyan zúzod és teszed tönkre, annak megfelelően jönnek a visszahatások. Szóval aki szépen egészségesen harmóniában él azzal, hogy ő neki milyen testtípusa van, és hogy miket lehet, miket nem, akkor annak megfelelően 100 éves korában lehet teljesen egészséges, úgyhogy nincsen komolyabb problémája. Aztán lehet valaki már 20-30 évesen rokkant mindenféle bajokkal, mert ugye amikor két végén égeted a gyertyát, akkor az előbb-utóbb azért visszajön. Vagy nem a megfelelő üzemanyagot teszed a testben, szóval ez is egy nagyon egyszerű történet. Vannak benzines autók, vannak dízelautók, hogyha most a benzinesbe beletöltöm a dízelt, utána vihetem a szerelőhöz. Ennyi. Tehát minden más testtípusnak másfajta dolgok jók. Tehát most mondok egy pár példát, hogy mondjuk a rizsevés. Van több fajta rizs. És mondjuk a barna rizs az alapvetően azért egy jó, egészséges ételnek számít, és mindenki azt mondja, egyen mindenki nagyon sok barna rizst. De mondjuk a pita kapha testtípusnak, mondjuk mint én, nekem például nagyon nem jó barna rizs, mert nagyon nyákkeltő, és nekem nagyon-nagyon kerül az én testtípusom, hogy nagyon kerülnöm kell a nyákkeltő dolgokat, mert nem tesz jót, mert nehezen tudom emészteni, nehezen tudom feldolgozni, és nekem mondjuk a baszmati rizs, az a baszmati fehér rizs, ami az én testemnek például nagyon jó. Most gondolnád ezt, hogy egészséges életmód, eszünk a barna rizst, és a többi, de én is ehetném a barna rizst, csak ez nagyon kevésbé tudom dolgozni. Úgyhogy amit nem tudsz emészteni, akkor az általában lerakódik, és úgy az megint szennyeződés. Attól függetlenül, hogy egy teljesen egészséges dologról beszélünk. Szóval ez egy nagyon-nagyon komoly tudománya a táplálkozásnak is, hogy mi jó a testnek, mi nem. Például az én testtípusomnak nagyon nem jó a meleg vízbe való ücsörgés. Mert ugye nagyon sok vizet visszatart a pita kapha testtípus, és ugye nekünk annyira nem jó az, hogy hosszan tartom a vízben, meleg vízben ücsörögni. De most annyi minden mást is mondhatnék. Másképpen alszol, másképpen sportolsz, másképpen mozogsz, másképpen fog reagálni a testen más dolgokra, embereknek. Ugye nézted már, hogy gondolom te is, hogy mész egy, akár elmész egy jógaterembe, a jóga órára, és nézed, hogy jön mindenféle testtípus.
jön valaki, elkezd jógázni, 2-3 hónap múlva hú, csodásan átalakul a teste, tiszta izom, valaki egy éve jár, még mindig nem fejlődött semmit, tehát ezért nagyon nem fogyta le az X kilóját, pedig hát ezek nagyon-nagyon komplex dolgok. Szóval, hogy azért nagyon-nagyon fontos az életmódot, hogy igazából a jóga oktatók egy életmód tanácsadóvá váljanak, mert nagyon-nagyon fontos tudni azt, hogy amikor jön egy jógás hozzád, és akkor kérdezi, hogy mit hogyan csináljon, akkor te el tud mondani, mert akkor, hogyha annak van eredménye, akkor az azt jelenti, hogy ő elért, hogy a dolog működik. Sokszor jönnek emberek, ó, hát a jóga nem működik. Próbáltam, eljártam jógázni, nem fogytam semmit. Hetente 4-szer ott voltam, végigcsináltam az órát, az óraadó mindig csak mondta, hogy gyere jógázni, minél többet, és akkor persze csak a jóga oktató elfelejtette mondani a szűn után, a jóga óra után még megkössék ki a zserbóba, vagy ahol a McDonald's-be, és akkor hiába égettél el 500 kalóriát, hogyha utána beviszel 2000-et. Szóval ez fontos tudni ezt a dolgot, és akkor az a jóga nem működik. A jóga működik. Csak tudni kell, hogy hogyan működtessük. Szóval erről majd részletesen fogunk nagyon sok mindenről beszélni a későbbi előadásokban, ami életmód táplálkozással van kapcsolatban. Meg remélem, hogy lesz jó sok kérdés, amiből majd tudunk menni tovább. De alapvetően ugye az erőszakmentes táj, egyelőre térünk vissza a filozófiai részére az életmódnak, hogy miért fontos az a dolog, hogy szatvikusan táplálkozunk, ugye, mert ugye a szatvikus táplálkozás ad egy megfelelő tudatállapotot, ami nagyon-nagyon kedvező a jóga gyakorlására. Ugye a tudatlanság minőségében lévő dolgok lehúzzák az elmét abba a kötőerőbe, ugye alkohol, drog, ezt nem kell magyarázni, hogy akkor az ember elveszíti a józanítélő képességét, hogy az miért nem egy olyan kedvező dolog ahhoz, hogy valami nagyon spirituális dolgokat csináljunk, de hús, az ugye erőszakhoz csatlakozó dolgok az ugyanúgy negatív energiával vannak áthatva, tehát nem jól hatnak a mentális állapotunkra ezek a dolgok. Szóval ezért fontos, hogy minél jobban szatvikus dolgokkal vegyük körül magunkat, életmódunkban, környezetünkben, táplálkozásunkban, és akkor ez nagyon-nagyon segítő jelleggel fog hatni a jógázás folyamatára. Mind a mellett pedig az egészség is ugye egy fontos eleme annak a dolognak, mert emberek, ugye most az emberek nagy része miért jógázik? Szeretnék egészséges lenni, kiegyensúlyozott lenni, szeretnék szép alakot, hú, mindig nézem a jógás képeket ott a Facebookon, és akkor vagy az interneten, és akkor látom, hogy csodálatos formás fenék, és kocka, has, és minden, és hogy, de azt nem gondolják, hogy a mögött van valami. Tehát van egy komolyabb azok, akiknek olyan van, akkor valószínűleg azért van olyan, mert úgy táplálkoznak a mozgás, de ennek is van egy nagyon komoly tudománya az, hogy mi jó és mi nem. Erről nagy viták vannak, ugye az egészség, ugye az most egy nagyon-nagyon tomboló történet, és mindenkinek más véleményei vannak. Szerintem itt olyan dolgokról beszélünk, amiken nincs mit nagyon vitatkozni. Ami ebben későbbiekben azért meg ki fogok rá térni, hogy mi egészséges, mi jó a testnek és mi nem. A jógások általában az ajurvédának a szavait tekintik hitelesnek, és egy teljesen működő, én is úgy gondolom, hogy egy teljesen működő rendszer az ajurvédában le van írva, hogy mi jó az emberi testnek és mi nem. Teljesen összhangba lehet állítani a jóga gyakorlás és a spirituális gyakorlással. Tehát fontos, hogy a jógások kövessék ugye ezeket a fajta dolgokat, hogy táplálkozási rendszer, életmódrendszer, ami le van jegyezve a jóga szentírásokban, ugye meg az ajurvédában. Ezzel kapcsolatban valami kérdésed van? Azt szeretném kérdezni, hogy a jóga elegendő mozgásformája teljesen a testnek. Uh-huh. Igen. Hát ezt sokszor szokták kérdezni tőlem, és néha én elég radikális választ szoktam erre adni. Neki mondja, hogy egy kicsit elfogult vagyok, de az elfogultságomnak egy nagyon-nagyon komoly alapja van, és tapasztalataim is vannak. Szóval én úgy olyan 15 éves korom óta jógázgatom, nem teljes időben, de mondjuk egy 4-5 éve azért a napi szinten több órás jóga azért az megvan, a gyakorlások, a tanítás, stb.
És de gyermekkoromban ugye nagyon sok sporttal foglalkoztam. Én sportiskolába jártam, tornázgattam, tornáztunk, kézilabda, futball, 10 évig úszó voltam, futás, biciklizés, triatlonoztam, kosárlabdáztam, kézilabdáztam, én is mindenféle dologba belekóstoltam. Azt tudom mondani, hogy talán az úszás az, ami még olyan egészséges mozgás, de minden más mozgás, amit elviszel a profizmus felé, tönkretesz, kivéve a jogázás. Ez egy tökéletesen egyértelmű tapasztalatom. És azért is tudom ezt mondani, mert rengeteg, ugye az évek során rengeteg sportoló járt hozzám, és most nem azokról beszélek, akik kimennek hétközben focizni, mert az nem az a történet. De amikor egy a mozgásról, hogy mennyire egészséges, az attól válik, amikor elkezded ezt napi szinten csinálni, mondjuk úgy, hogy profi szinten, és hogy ez tönkreteszi a testedet. Nem tudok mondani olyan profi sportolót, aki eljött hozzám, és azt mondta volna, hogy hát amennyire belemerültem profizmus felé, annál egészségesebb lettem. Senki nem. Tehát a röplabdás, kosaras, mindenki tönkre ment, minden izület, biciklis, futó, halálmerevek, mindenük tönk, nekem a biciklizés tette tönkre a térdemet, a betonon való futás tette tönkre a térdemet, elindult egyfajta hátfájás a betonon való futás miatt. Tehát ezek az aerob mozgások, ezek a dolgok, ezek nem, a test nem erre lett kitalálva, hogy izületeket órákon keresztül ezt csináljuk. Ezt így. Én igazából csak azt nem értem, hogy miért nem próbálják ellensúlyozni. Na, ezért jönnek nagyon sokan jógázni, hogy ugye ez egy nagyon jó kiegészítő mozgás, és ez nagyon jó a testemnek, de várjál, most a mozgás az arról szól, hogy egészség, nem? Ja. És hogyha most csinálnak egy olyan fajta dolgot, amit tönkretesz, ugye vannak ilyen, van egy pár ilyen futóbolond, kedves futóbolond barátom, akik jönnek, lányok, és akkor hát már tönkre van menve a csípője meg a térde, de még hetente négyszer még mindig körbefutja a Margit-szigetet. Kétszer. Tehát ilyen 8-10 kilométeres jön jógázni, hogy áh, most ennek megint futottam annyira feltérni, most egy kicsit jót tesz a jóga. De mondom, miért futsz akkor? Hogyha tönkre teszi a testedet, akkor az miért jó? Ó, mert olyan jó futni. Jó, Istenem, a heroin is tök jó, azt mondják. Meg a kokain is, meg minden. Tök jó, de tönkre tesz, miért csinálod? Hát, mert olyan jó. Szóval a mozgásnak az lenne a célja, hogy hogyan leszünk egészségesek. Nem pedig az, hogy ez megint egy ilyen élvezeti cikk, vagy ahol le tudom vezetni a stresszemet. A jogázással ugyanúgy le lehet vezetni a stresszt, és kiegyensúlyoz és harmóniába helyez, de még lehet csak egészségesebb leszel tőle. Szóval minden más olyan dolog, azt mondom, talán az úszás, ami nagyon-nagyon egészséges tud lenni. Minden más olyan dolog, akár a táncoktól kezdve járnak hozzám, táncosok, operaházból, innen-onnan, mindig van, mindig mindenféle sérülés, térdem, bokám, vállam, hátam, kész. Szóval nem értem, hogy nem tudok olyan mozgást mondani, amit elviszel a profizmus felé, és egyre jobb leszel. A jógázás egyedül az, amikor azt látod, hogy valaki 20, 30, 40, 50 év jógázás után teljesen jól van. 60, 70, 80 éves emberek, akik 20-30 éve jógáznak, jobb állapotban vannak, mint bármelyik 20-30 éves fiatal, aki mondjuk nem csinál semmit, vagy valami sportokat csinál. Mert szebb állapotban van a gerincük, nincsenek lerakódások, tehát a jóga az egy nagyon-nagyon, mindig a jógát úgy tekintik, hogy egy csodálatos kiegészítő mozgás. Nem, ez a mozgás, ami az emberi testre van szabva. Ugye, például a jógázás az lugosítja a testet. Az az egyetlen mozgásforma, a statikus nyújtás, amiben a tested lugosodik. Minden más sport savasítja a testet. Ugye a savasodás az kapcsolatban a méregtelenítéssel, ne beszéljünk arról, hogy a savasodásnak milyen rossz hatásai vannak, de másképpen csapódnak ki a savak. És a statikus nyújtásnak, a stretchingnek, ugye a jogának, annak meg az a hatása, hogy lugosítja a testet. Tehát nagyon jó hatása van a testre. Ugye erősít, minden mozgásnak benne van a hatása, az eredménye. Mert ugye egy intenzív jóga gyakorlással észre fogod venni, hogy a zsírégetés ugyanúgy ott van. Így veszed a levegőt, a szíved így megy, zsírégető intervallumban megy, több kalóriát égetsz el egy jóga óra alatt, mint egy futásnál.
saját izmokkal dolgozol, tehát saját testeddel dolgozol, a mély izmokat erősíted, ami meg mondjuk a gyógytornának a lényege, hogy ugye a gerinc melletti hátizmoktól kezdve minden megerősítsd azokat az mély izmokat, amik összefogják az izületeket, csontokat. Tehát egy gyógytorna iszonyatosan erősít, fogyaszt, és közben ugye a légzés, fölmegy a testhő, ugye a nyirokrendszerbe indul, elkezded méregteleníteni, tökéletesen méregteleníteni a szervezetet, még a csontról a meszesedést is lehet tudod távolítani ezekkel a dolgokkal. Szóval kiég a szervezetből minden kedvezőtlen dolog. Energetikailag a légzésen keresztül az energetikai csatornáit a testnek ugye tökéletesen összhangba helyezi. Mint az ajurvéda már testen, ugye a nyugati orvoslás az egyáltalán nem is tud semmit a testnek az energetikájáról. Ugye az ajurvédában a tökéletesen le van írva, hogy a testben az energiacsakrák, energiarendszerek van, 72.000 nádi, ahol kisebb-nagyobb energiacsatornákban hogyan áramlik az energia, és a tökéletesen harmóniába helyezi az energiaáramlásokat, aminek automatikus következménye lesz, hogy a testi problémák eltűnnek, mert általában mindig az energiaelakadások a különböző testi problémáknak az okai, és ugye az energiaellakadások meg általában kapcsolatban vannak valami pszichés történettel, tehát szokták mondani, hogy pszichés problémáknak a testi hogy van egy olyan jó könyv, ez a testi betegségek lelki okai, nagyjából a nagy százaléka problémák meg ebből jön. És ugye a jogával abszolút tudod ezeket kontrollálni, nagyon-nagyon lenyugodt leszel, ugye egy csomó olyan gyakorlat van a jógában, ugye az egyensúlyozó ászanák, amik harmonizálják az agyféltekék működését, oldják a stresszt, stimulálják a központi idegrendszert, egyensúlyba helyezik a pszichikális állapotot. Tehát azt mondanám, hogy nincsen tökéletesebb ennél a dolognál. És ezt nem minden elfogultság nélkül mondhatom, mert ez tapasztalat is. Persze, valamilyen szinten minden mozgás jó, mert jobb, mint a semmi. De alapvetően, hogyha elmész a nagyon profizmus felé, ugye akkor ott azok tönkre tesznek, mindent tönkre tesznek. Szóval nagyon, ugyanúgy, mint egy finom gépet, nem lehet bárhol használni. Tehát mondjuk, mit tudom én, egy Lamborghinivel. Mondjuk Magyarországon például már nehéz közlekedni. Most nézd meg az utakat. Átmész Ausztriába, ahol minden ilyen nagyon szép, sima, meg minden út meg van csinálva, nincsenek magas patkák, hát itt aztán Budapesten egy rommát törnél egy Lamborghinit, szerintem nagyon-nagyon hamar. Vagy meglennének az útvonalok, hogy tényleg csak hol tudok közlekedni, mert ugye egy szépen, aztán utána menjél ki a vetésbe vele, arról meg ne is beszéljünk. Mert ugye a modern ember ugye a Lamborghinijével a vetésbe jár, és csodálkozik, hogy minden probléma van. Szóval a jogázás ez egy nagyon-nagyon tökéletes mozgásforma, és arra lett kitalálva, hogy hogyan érjünk el egy tökéletes testet a meditációhoz. Tehát ezt mindig kihangsúlyozom, hogy a jogának csak a mellékhatása az, hogy neked lesz egy tökéletesen egészséges, egy csodálatosan működő tested. Más kapcsolat, vagy más kérdés ezzel kapcsolatban? Most. Jó, akkor folytatjuk majd tovább.